Kedves hitben járó barátaim, kedves hallgatóim, a Szentírás üzenete, amellyel két vagy három alkalommal szeretnék foglalkozni, a Máté beszámolójában található a 20. részben. Az első 16 versben egy példázat áll előttünk. A mi kedvenc fordításunkban, amit a leginkább használtunk, vagy ma is használunk, az úgynevezett Károli Bibliában, így kezdődik ez az ige szakasz. Mert hasonlatos a mennyeknek országa a gazda emberhez, aki jó reggel kiméne, hogy munkásokat fogadjon az ő szőlőjébe. Ennek a fejezetnek címe is van, mint végül is szinte minden fejezetnek a Bibliában. Ez itt így hangzik, példázat a szőlő munkásokról. A felirat nem egészen pontos, mivel a példabeszéd nem a szőlő munkásokról, hanem a mennyek országáról szól. Gondolom mindnyájan tudjuk egyébként, hogy Bibliánkban a kiemelt címek a részek elején, néha még több is van egy-egy részen belül, nem tartoznak a Biblia szövegéhez. A Szentírást ugyanis később osztották fel részekre és versekre, hogy könnyebben áttekinthessük a mondani valóját, és hogy jobban el tudjunk igazodni benne. Az Úr Jézus hasonlata tehát nem annyira a szőlő munkásokra hívja fel a figyelmünket, inkább a mennyek országáról szeretne közölni velünk valamit, sőt, több mindent. Hosszú ideig minden ország fölött egy-egy király uralkodott. Ez a három szó, ország, király, uralkodik, összetartoznak, de nem közvetlen rokonszavak a mi nyelvünkben. Az Új Testamentum eredeti nyelvében, az ógörög nyelvben közvetlen rokonságban állnak egymással. Figyeljétek meg, mennyire hasonlít, ahogy kiejtem őket görögül. Basileia, az ország. Basileus, a király. Basileuo, uralkodni. Tulajdonképpen közös nevezőre lehetne hozni a mi magyar nyelvünkben is ezt a hármat, és akkor így hangzanának. Az uralom egy uralkodó kezében van, tehát ő uralkodik. Egyesek a király szót részesítik előnyben, aki királyságát kormányozza, mondhatnánk királykodik. De ez a kifejezés nem igazán honosodott meg a magyar nyelvben. A mennyek országát tehát nevezhetjük az egek uralmának is. Fontos része ez az Új Szövetség üzenetének. Erről a királyságról több mint százszor történik említés az Új Szövetségben. 70-szer Isten országának vagy uralmának nevezi az ige. 32-szer pedig a mennyek országának. Még előfordul úgy is, mint az atya uralma, néha pedig, mint Krisztus, vagy a fiú királysága, vagy uralma. De minden esetben ugyanarról az országról van szó, még akkor is, ha különféle elnevezésekkel találkozunk. Isten igéje így emeli ki számunkra az uralom többféle tulajdonságát, vagy vonatkozását, de még az alakulását, vagy épülését is. Szegényes szavakkal így fejezhetném ki ezt. Az uralom gyeplőjét, vagyis annak minden szálát, az Atya Isten tartja mindenható kezében.
A Róma 11.36 alapján tudjuk és valljuk, hogy minden tőle, pontosabban belőle jött elő. Az ő ereje tart mindent össze. Fogalmazhatnánk úgy is, hogy ő tulajdonosa minden létezőnek. Az egek és a benne található lények vagy tárgyak összessége, a Sion hegye, a mennyei Jeruzsálem, trónok és hatalmak, minden az övé. Hasonlóan a föld és a rajta benne létezők, de még a mélyen alatta levők is az ő tulajdonában vannak. Sőt, az ellenségeiről is ezt mondhatjuk el. Noha szemben állnak vele, és az ő országának minden módon ártani akarnak, nem maguk állítják elő azt az energiát, amelyet egyelőre gonosz célokra fordítanak. Még az ellenkezés képességéhez is fentről kapják az erőt. Tehát az életnek és létezésnek, meg bármilyen működéshez szükséges erőnek csak egyetlen forrása van, a Teremtő Isten. Uralma a legmagasabb, legátfogóbb uralom. Viszont másokat is belevon az ő országába. Erejéből, emberi szavakkal kifejezve, kölcsön ad másnak is, elsősoron a fiúnak. Róla szól a Máté beszámoló végén a jól ismert kijelentés. Nékem adatot minden hatalom menjen és földön. A földi uralkodás képessége is égi erőforrásból ered. A példabeszédekben olvassuk a 8. részben az isteni bölcsességről. Általam uralkodnak a királyok, és rendelkeznek igazságosan a fejedelmek. A 15. versből olvastam ezt. Mellékesen elmondhatom, hogy ezen a földi szinten már érezhető a sötétség befolyása a fejedelmekre. Ezért nem mindig kormányoznak bölcsen és igazságosan. Emiatt persze nem kell haragudnunk rájuk, hanem kövessük inkább az apostoli intést a Róma 13-ból. Imádkozzunk értük, de semmiképpen se szidjuk őket. Tehát a fiú uralma Isten uralmán belül történik. A felhatalmazás, bölcsesség és képesség pedig égi eredetű. Még ami világunk fejedelmeinek, vagy ma úgy mondjuk politikusainak esetében is. Testi életünk látható része e világi hatalmasságok területén, tehát egy látható uralomban folyik. Az ige gyakran beszél erről is. De az egek uralma ennél messze magasabb. Magasabb rendű. És ezt az uralmat csak hitünkkel tudjuk megközelíteni az írás bizonságai alapján. Földi érzékszervek nem elégségesek hozzá. Hívő emberekként tudomásul kell vennünk, testileg még ebbe a látható világrendbe tartozunk. Állampolgárai vagyunk egy ország. Valójában viszont olyan magasabb állampolgárságra tehettünk szert, amely bennünket már Isten uralmába szólít el, mégpedig véglegesen. Isten szava úgy fogalmaz, hogy megszabadultunk a sötétség hatalmából, így olvassuk a Kolossi 1.13-ban, és átkerültünk az ő szerelmes fiának országába. Tudunk tehát egy látható, e világi uralomról,
amelyben jelen vannak a sötétség erői, de van, és mindig létezett, Isten világának valós uralma, amely ki lett hirdetve hatalmas hangon, amikor eljön az ideje. Erről szól a 7. trombita üzenete a jelenések 11. részében, és az üzenet szó szerint így hangzik, ami, mint mondottam, hatalmas kiáltással lesz tudtulatba. Idézem a 15. verset, meglett a mi Urunk, ez az Atya Isten, és az ő Krisztusa világának uralma. Az Úr Jézus hasonlatai bőségesen körülírják Isten országának sok-sok részletét. De az ószövetségi proféciák is gyakran szólnak róla. De többet mondok. A Biblia szinte minden lapján találunk egy-egy utalást rá. Csak egy példát mondanék az ige első és utolsó lapjáról. A teremtés történetének 7. napja szintén példázat, mégpedig Istennek nyugalmáról, amelybe mi is be fogunk jutni. Ez a 7. nap jelképezi a következő eon világát, azt az új eget és új földet, amelyről többek között a Biblia utolsó lapján szerzünk tudomást. A Cselekedetek könyvének az elején van egy érdekes adat, amit most el szeretnék nektek mondani. Feltámadása után Krisztus már nem példázatokban beszélt a királyságról, hanem annyira nyíltan és közvetlenül közölte velük az égből származó uralom részleteit, hogy a tanítványok csalódottan kérdezték a mennybe menetel előtt, Uram, hát nem ebben az időben állított fel újra a királyságot? Amit akkor mondott a feltámadt Krisztus, nem lett feljegyezve, de az apostoli írásokban számos leírást, fontos információt találunk, ezeknek eredete arra a 40 napra vezethető vissza, amely alatt a feltámadott az Isten királyságára vonatkozó dolgokról szólt. Az Emmaus felé tartó tanítványok is megtudták attól, aki csendesen melléjük szegődött, hogy az Ószövetség minden írása Krisztusról tesz bizonyságot. Valójában sok-sok ezer adatot tartalmaz a Biblia Isten országáról. Ezek összességéből lehetne összeállítani a királyság nagyszabású tablóját. Megszámoltam a Máté beszámolójában elmondott királysági példázatokat. Összesen 13-at találtam. Mindenkinek ismerős a Máté evangélium a 13. fejezete, ebben 7 példát találunk. Ezek mind-mind az egek királyságáról szólnak. Először elmondja az Úr Jézus a magvető és a négyféle föld állapotát, amelybe beesik a mag, aztán következik a búza és a konkoly példája, aztán hallunk mustármagról, akár milyen kicsi, milyen nagyra tud nőni, a kovász is példaként következik, csak egy baroknyi, erjesztő hatású, és képes az egész kádban előkészíteni a kenyértésztát. Aztán elrejtett dolgokról hallunk, a szántóföldben van a kincs, egy gyöngyről hallunk, amelynek értéke lenyűgözi
az egyik embert, és arra készteti, hogy mindenét eladja, megvásárolja a gyöngyöt. Aztán a hálónak a példáján tudunk meg valamit Isten országáról. A Károli fordításban gyalomként van említve ez a háló. De aztán a 13. fejezeten kívül további példák lettek feljegyezve. A 18. részben halljuk a könyörtelen szolga történetét. Itt a megbocsátásról, na és a meg nem bocsátásról van szó. Aztán következik a 20. részben a szőlőmunkások esete, akik nem egyforma munkáért, egyforma bért kapnak. Legalábbis ez jut eszébe mindenkinek erről a történetről. De ha meg is találjuk a fizetésüknek a nyitját, a tanúságot másképp vonja le maga az Úr Jézus. Azt mondja a példázat végén, és eképpen lesznek az utolsókból elsők, és az elsőkből utolsók. Később elmondja majd a talentumok hasonlatát is, a 25. részben, ahol adottságokról, elvárásokról, jutalomról esik szó. Itt már jelentőséget kap a munka eredménye, vagy a hozama. A Lukács 19-ben olvasható párhuzamos példázatban a 10 mínát, vagy gírát felmutató szolga 10 város fölött fog majd tekintéllyel uralkodni. A 21. részben a méltatlan munkásokról olvasunk, és a szomorú sorsukról, mert a régi bérlőket megbünteti a gazda, és újakat bíz meg. A 22. részben aztán következik a mennyegző hasonlata. Itt meghívásról, meghívottakról olvasunk, arról, hogy hogyan reagálnak a meghívásra, és még egy igen fontos részletről is szó esik, a mennyegzői ruháról. Végül pedig a 25. részben hallunk a 10 szűz példájáról. Ők a felkészültséget és az országba való belépést, esetleg kimaradást szemléltetik számunkra. Az egek királysága körül van még egy érdekesség, amelyet itt meg akarok említeni. Ezen a furcsaságon már akkor gondolkodóba estek a tanítványok, amikor az első példa elhangzott a magvetőről és a négyféle földről a Máté 13 elején. Utána oda is mentek hozzá, és megkérdezték, miért beszélsz nekik példázatokban? Urunk válasza sokakat zavarba ejt még ma is. Azt mondja, nektek adatot, hogy értsétek az egek uralmának titkait, a többieknek viszont nem. Azért szólok példázatokban, mivel látván nem látnak, és hallván nem hallanak, és nem is érthetik meg. A 15. versben megtudjuk az okát is, amikor Jézus az emberek megkövéredett, vagy megvastagodott szívéről beszél, ami érdektelenséget szül a dolgok valósága iránt. A szív kövérsége kényelmességet, meg önelégültséget jelent. Figyeljétek meg, hogy nem a népből indul el a kérdés, miért beszélsz példázatokban nekünk. A tanítványok vetik ezt fel. Tulajdonképpen ma sem áll jobban a szénánk. A legritkább esetben történik meg, hogy az elhangzott ige további kutatásra vagy visszakérdezésre buzdítaná a hallgatókat. Az ámen után felállnak, és jobbára elfelejtenek mindent. Szívesen visszatérnek utána,
a megszokott, mullandó dolgok közé. A ti szemetek, mondja az Úr Jézus, és fületek boldog lehet, mert láttok és hallottok. Még azt is hozzáteszi. Bizony mondom nektek, sok proféta és igaz ember kívánta nagyon látni és hallani ezeket, de nekik nem adatott meg. Tehát Isten gyermekei sokkal előnyösebb helyzetben vannak, mint az Ószövetség szentjei. Amit ők csak homályosan és messziről szemlélhettek, drága valóságá vált a mi hitszemeinknek, a halló füleinknek és az értelmünknek, amelyet a Szent Szellem nyit meg. Akkor a 12-nek, majd pedig az utánuk kiválasztottaknak, és végül nekünk is, akiket az Atya kiszemelt, elhívott és szeretett gyermekeknek nevez, nekünk mindnyájunknak megnyíltak a királyság titkai. Akkor is és ma is csak nagyon kevesen akarják megismerni az uralom valóságát, a részleteit. A széles út kényelmét szívesen választják a tömegek. És egyszerűen nem veszik tudomásul, hogy veszedelembe visz. A szoros kapon viszont csak azok préselik át magukat, akik leteszik nem csak a bűneik terhét, hanem az evilágiakhoz kötődő dolgokat, kapcsolatokat, szokásokat, barátságokat, vagyis a mullandó dolgok terhét. A keskeny úton csak azt tud haladni, aki meghallotta a felülről történő elhívást. Akkor megfordul, és meglátja a célt, az élete valódi értelmét. Urunk példabeszédeinek egyik fontos szerepe ez volt. Aki hallja és vonzódik, az kövesse őt. Akkor egyre többet lát, hall, és ért meg a titkokból. A felvetett kérdéseket akár nyíltan, akár az éjjel leple alatt hangzottak el, ő szinte mindig megválaszolta. Csak akkor hallgatott, vagy fordult el, amikor ravasz szándékkal és csupán emberi okoskodások kedvéért fordultak hozzá. Egy nagyszerű ország titkait mondta el sok-sok alkalommal és burkolt formában a mi nagy tanítónk. Tudta, hogy akinek van füle a hallásra, fel fog figyelni a tanítására. Nem akart híveket gyűjteni maga köré, minél több hallgatóságot. Jól tudta, hogy esetenként a több ezres hallgatóságból csak egy maroknyi örvend a hallottaknak. És 100 emberből talán csak 2-3 fogadja be, érti meg tanítását. És talán még kevesebb azok száma, akik élik is azt, amit megértettek. Eddig hányan felvetették már a fájdalmas kérdést, miért nincs nagyobb hatása az igazság beszédének? Az ige több helyen megválaszolja a felvetést, olykor úgy, hogy megvigasztalódjunk, még azok felül is, akik hitetlenül haltak meg, vagy akik ma is nagy tömegekben csak a láthatóknak és a múlandóknak szentelik rövid életüket. Felhívom a figyelmet néhány igehelyre, de sokkal több bibliai bizonság létezik erről a kérdésről, mint amit most itt fel tudnék sorolni. Ez áll az 1 János 5.19-ben szó szerint. Észrevesszük, hogy mi az Istenből vagyunk, és az egész világrend a gonoszban vesztegel. Előtt egy verssel arról értesülünk, hogy aki Istenből lesz vagy születik, nem vétkezik, vigyáz magára, és a gonoszt nem is érinti. De mi észleljük, folytatja az ige, hogy Istenből vagyunk. Szép és nagy téma ez, de most csak annyit erről. Ami Istenből születik,
új teremtésnek, új embernek nevezi a Biblia. A hústestünk hajlamos még a bűnre, de ez az új bennünk iszonyodik tőle. Kerüli, még érinteni sem akarja. Ha felfedeztük magunkban az új embert, aki felfelé vonzódik, akinek egyre fontosabbak Isten céljai, az odafelvalók, akkor elmondhatjuk az igénkkel. Észrevesszük, hogy az Istenből vagyunk. De azt is látjuk, hogy a sötétség fogja körülöttünk az egész világ. Hasonlóan fogalmaz az Úr Jézus is, például a szőlőmunkások története végén. Sokan vannak a hivatalosak, de kevesen a választottak. A 2 Tessalonika 3.2-ben pedig meg van állapítva, nem mindenkié a hit. Az ilyenek pedig csak akadékoskodnak, áskálódnak. Ebben az igében alkalmatlan és gonosz embereknek nevezi őket az apostol. De sok vigasztaló igét ismerek arról, aki azért jött, hogy megkeresse és megmentse, ami elveszett. Az 1 János 2.2 engesztelő áldozatnak nevezi őt, ami vétkeinkért, de mindjárt hozzá is teszi. Nem csak a miénkért, hanem az egész világ bűneiért is. Én személy szerint abban hiszek, hogy a mindenható minden tervét véghez viszi maradéktalanul. És ő az, aki azt akarja, hogy minden ember üdvözüljön, és eljusson az igazság ismeretére. Ezt az igét mindenki tudja az 1 Timoteus 2.4-ből. Térjünk vissza az egek uralmának gondolatához. Szeretném felsorolni most Isten és az ő fia királyságának, vagy országának fontosabb tulajdonságait. Először vegyük figyelembe, hogy ez a királyság szünet nélkül jelen van az Isten világában és az egész teremtettségben. A Zsoltár 145-ben így olvassuk a 13. versben, ezt is szó szerint mondom el, uralmad, uralom az eonok összessége folyamán. Az érdekes viszont az, ez egy további tulajdonsága az Isten országának, hogy ebben a világrendben csak rejtetten mutatkozik meg. A Lukács 17-ben van az Úr Jézusnak egy ilyen kifejezése, Isten uralma bennetek van. Úgy is mondhatnánk, hogy köztetek van. De a következő eonban meg fog valósulni ez a királyság, mégpedig látható és kézzelfogható módon. Az akkori világ Isten uralma alatt fog élni, közvetlenebbül, hiszen tudjuk, a sátán meg lesz kötözve 1000 évre. Ekkor valósul meg Dániel 7.27 proféciája. Az uralom minden egek alatt a magasságos szentjei népének adatik. A látható királyság harmadik jellegzetessége abban áll, hogy ide be lehet lépni, de ki is lehet maradni belőle. A belépés mozzanatát megmentésnek vagy üdvözülésnek nevezi az ige, például a Máté 19-ben, ahol ismerős ige áll előttünk, az Úr Jézus mondotta, egyszerűbb a tevének átjutni a tűfokán, mint gazdagként bejutni Isten uralmába. A tanítványok meg voltak rendülve, és ezt a következő kérdésben fejezték ki. Ezek szerint kicsoda üdvözülhet, vagy kicsoda menekülhet meg? Tehát a bejutás, amint látjuk ebből az igéből, menekülést, üdvözülést jelent. Viszont szomorú valóság, de ki lehet maradni ebből az országból. 3 ilyen esetet szeretnék említeni, szintén az Úr Jézus szavai alapján,
Például a Máté 23-ban olvassuk, hogy az Úr Jézus reklamálja éppen az írástudóknál, hogy ők nem mennek be ebbe az országba, és az útat oda még mások előtt is eltorlaszolják. Talán még ismerősebb az az ige, amit a hegyi beszédben hallunk tőle, mely szerint a felületesek sem fognak bejutni. Mit is mond az Úr Jézus? Nem az kerül oda, aki gyakran mondja, hogy Uram, Uram, aki csak az ajkaival hívő ember, az nem számíthat arra, hogy bejut, hanem ki fog maradni onnan. És végül, hadd említsem meg, vannak olyanok, akik elutasítják ezt az országot. Lásd a Márk 10:15-öt. Az Úr Jézus példázatában szinte megrendítő, hogy hívja, hívogatja a mennyegzőre, a meghívottak pedig mindenféle kifogást felsorolnak, hogy házat vettem, hogy mezőt vettem, hogy most éppen ez van, vagy az van, és így hiába hangzik a szinte sürgető felhívás, gyertek, mert a mennyegző kész. A Szentírás nem hallgatja el azokat a részleteket sem, amelyek a bejutást és a kimaradást szabályozzák. A Máté 25-ben hosszú leírást találunk az ítéletről. A bíró azt mondja a jobb keze felül állóknak, gyertek, atyám áldottai, vegyétek birtokba ezt a királyságot, amely nektek lett készítve, hiszen éheztem, és adtatok enni. Szomjuhoztam, és adtatok inni, és így tovább. A bal keze felül állóknak pedig tudjuk, ugyan ezt sorolta fel az Úr Jézus, csak negatív előjellel. Ők nem tették meg azokat a dolgokat, amelyek biztosították volna számukra a bejutást. Érdekes dolog az, hogy itt nem a hit kérdését veti fel az Úr Jézus, hogy ki mennyire hitő benne, hanem a cselekedetek minősége dönti el az országba jutást, vagy az abból kimaradást. Nem szeretnék nagyon elkanyarodni, de itt azért röviden megemlítem. Itt nem Isten gyermekeinek az ítéletéről van szó. Valójában Isten fiai nem is kerülnek az ítéletre. Mert azok, akik a szellem szerint járnak, olvasuk a Róma 8 elején, azok számára immár nincs semmi kárhoztatás. Ellenük nem szól semmi vád, ami miatt el lehetne őket ítélni. Bennük a Krisztus életének a törvénye működik. Ők már oda tartoznak véglegesen. Amit rajtuk igazítani kell, azt Isten elvégzi még itt alacsonságuk idején, ezen a földön. Kikről szól tehát a Máté 25 ítélete? Semmiképpen sem rólunk. Hogyha az 1 Timóteus 4:10-ben megfigyeljük a kijelentést, hogy Isten minden ember üdvözítője, főképpen a hívőknek, akkor tudnunk kell, hogy ezen az első meneten kívül, amelyet a hívők képviselnek, akiket Isten elsőként ment meg, vannak még további fordulói, további lépcsőzetei az ő megmentő munkájának. A jobb kéz felől állók esetében egy ilyen csoportot látunk. Ezért tudnunk kell, hogy aki a következő eon új földjére bejut, az még nem megmentett ember a mi általunk felfogott értelemben. Ahhoz, hogy meglegyen mentve, ott
azon a földön el kell fogadnia Krisztust, fel kell vennie a ruhát, hogy be tudjon menni a városba. Abba a városba, amelynek mind a 12 kapuját szigorúan őrzik. És oda nem lehet bemenni, csak annak, akinek ruhája már megfehérítetett, megtisztult a bárány vérében. Ezeket boldogoknak nevezi a Jelenések könyvének utolsó fejezete, mert ha megmossák ruhájukat, felhatalmazást kapnak arra, hogy hozzájussanak az élet fája gyümölcséhez, és a kapukon keresztül bemenjenek a városba. Ugyanott megtudjuk azt is, hogy egyesek kint maradnak. A paráznák, a gyilkosok, akik kedvelik és teszik a hazugságot. Tehát a jobb kéz felől állók alapjában véve csak egy új lehetőséget kapnak arra, hogy elfogadják a Krisztus helyettes áldozatát, felöltsék azt a ruhát, amely engedélyt ad a városba lépésre. Bármennyire is furcsának tűnik, vagy legalábbis ismeretlen számunkra ez a tény, de tudnunk kell, hogy abban az új világban vannak bűnösök, és vannak olyanok, akik megtérnek, akik igénybe veszik Krisztus vérét, és bemennek a városba. Ott az üdvösség már is azzal jár, hogy bejutnak a városba, ami már a mennyei helyet jelenti, még akkor is, ha leszállt erre a földre. Ezzel szemben nekünk, akik ezen a világon válunk Isten gyermekeivé, életünk végéig hitben kell járnunk. Jelen leszünk ám mi is ennél az ítéletnél, de nem fogunk állni sem jobb kéz, sem bal kéz felül. A mi szerepünket az 1 Korintus 6. rész szemlélteti nagyon világosan. Ott pedig az van megírva a korintusi még kezdő hívőknek: emberek, nem tudjátok, hogy ti ezt a világot fogjátok megítélni. Mi több, ti angyalokat fogtok ítélni. Meg vagyok győződve, hogy közülük sokan kinőttek a kiskorúság állapotából, és elérték a Krisztus teljességével ékeskedő kor mértékét, amelyre mi is igyekszünk, és amelyre Isten kegyelméből mi is el fogunk jutni. Ezek az igazságok, amelyeket az utóbbi 5 percben hallottatok, tulajdonképpen mind ott vannak az igében. De sokan átsiklanak rajta, mert nem veszik figyelembe pontosan az ige mondani valóját. Nektek is azt ajánlom, ha történetesen még egyszer meghallgatjátok ezt az ige hirdetést, legyen kezetekbe a Biblia. És amikor halljátok, hogy milyen igét idézek, nyomjátok meg a gombot, állítsátok meg a szalagot, és olvassátok el az igét. Akár a Máté 25-ből, akár az 1 Korintus 6-ból, akár a Jelenések könyvéből, és láthatjátok, hogy mindez ott van, világosan megfogalmazva és leírva. Csak arra van szükség, hogy az ember elgondolkozzon rajta Isten szellemének fényében. Az uralom következő jellegzetessége abban áll, hogy a róla szóló adatok, tudnivalók nagyon el vannak titkolva. Tehát nem ismerhetik meg csak azok, akiknek úgymond adatik. A Lukács 8. részben olvassuk a 10. versben: nektek adatot tudni az uralom titkait.
a többieknek pedig példázatokban szól, hogy mint nézők ne nézzenek bele, és mint hallók ne értsék meg. Itt most szó szerint olvastam fel ezt az igerészt. Persze ezen gyakran megütköznek azok, akik egy kicsit elgondolkoznak rajta. Már említettem, hogy komoly korlátozást fedezünk fel Isten igéjében arról, hogy kinek kell megtudni az üdvösségre vezető dolgokat, és kinek nem. Persze mi ezt így nem tudjuk pontosan megállapítani. Nem tudjuk azt mondani, hogy neked nem adatott meg. Mi szívesen elébe tárjuk az egész világnak azt az utat, azokat a tudnivalókat, amelyek az üdvösségre vezetnek. De Isten nem nyitja ki mindenkinek a szemét, a fülét és az értelmét. Mi, jelenlegi hívők, tudomásul vesszük ezt, és nem szomorkodunk fölötte, mert tudjuk, hogy Isten az utolsó elveszett juhocskát is megkeresi, és visszahozza az ő országába. Egy utolsó érdekességet szeretnék megemlíteni Isten országáról. Ez az uralom többet tart, mint 1000 évet. A Bibliát ismerő emberek általában tudnak egy 1000 éves béke országról, de ez a fogalom így nem igaz, ha arra gondolunk általa, hogy csak 1000 évig tartana ez az uralom. Természetesen itt történik egy incidens, mert 1000 év után el lesz engedve a sátán, és azok, akik hisznek az akkori hitető beszédeknek, fel fognak lázadni, azaz csapatba verődnek, és felvonulnak a szent város ellen. A hitélet kezdetén felvetődhet a kérdés, hogy miért engedi ezt meg Isten. De később, amikor jobban megismerjük az ő munkáját, az ő terveit, egyre inkább igazat adunk neki, és tudjuk, hogy minden, ami megtörténik, és amit ő megenged, annak oka van és értelme. Ezért tudjuk azt is, hogy az 1000 év után felszabadított sátán munkássága is benne van az ő tervében. Az ige természetesen arról is tudósít bennünket, hogy a felkelőket és a vezetőiket tűzenészti meg, és hogy a második halálban a kénkővel égő tüzes tóban fognak landolni. Akik nem dőltek be a sátánnak, azok természetesen továbbra is ott maradnak az új földön. Akár a városon belül, azok nyilván nem fognak részt venni a lázadásban, akár pedig a falakon kívül. Ebben a szomorú epizódban csak egyetlen dolog van, ami némileg vigasztal. Ez az utolsó alkalom, hogy valakik a büntetés helyére kerülnek. Ezen túl már nem tudunk olyasmiről, hogy valaki ítélet alá kerülne, és utána a második halálba. Ha a Károli fordításban olvassuk a történet végét, joggal borzadunk meg, mert aszerint örökkön örökké kell kínlódniuk. Tudjuk viszont, hogy a büntetés nem tart, csak bele nyúlik az eónok eónjaiba. Isten gondoskodik arról, hogy amikor lejár a büntetésük, megszabaduljanak. Megmenekülésük azért biztos, mert az ige szerint, lásd 1 Korintus 15, a halálnak utolsó ellenségként el kell töröltetnie. A foglyokra pedig alkalmaznunk kell szintén az 1 Korintus 15:22-ben található mondását, mely szerint Ádámban mindenki meghal, de Krisztusban mindenki életet nyer, mégpedig zoé életet, romolhatatlan életet.
az elítéltek büntetésük letiltése után nyilván nem automatikusan kerülnek be Isten uralmába. Nekik még lesz rendeznivalójuk Krisztussal, mivel az ő személye, az ő áldozata képezi azt az egyetlen ajtót, amely visszavezet az Atyával való közösségbe. Meg kell valósulnia annak, amit a Róma 11.36-ban olvasunk. Ami előjött Istenből, és ami átvonult rajta vagy általa, annak hiánytalanul vissza kell térnie ő belé, hogy bekövetkezzék az, ami 1 Korintus 15.28-ban nagyszerű valóságként áll előttünk. Isten legyen minden mindenekben. Ez az általunk ismert üdvtörténet legutolsó állomása vagy mozzanata, amikor a mindenség minden egyes tagja kivétel nélkül megbékül teremtőjével, és megérkezik véglegesen az atyai házhoz. Isten országa kérdésében vizsgálódtunk eddig, megpróbáltuk megérteni, hogy mit is jelent ez a királyság. Aztán megvizsgáltuk a fontosabb jellegzetességeit, végül annak látható feléről ejtettem egy pár szót, a millenniumról, az ezer éves időszakról, amelynek a végén lázadás történik, de utána az új földön tovább folyik Isten uralma. Most visszatérünk a példázatunkhoz. A szőlőmunkásokról volt szó benne, akiket a gazda nem egyszerre, hanem rendre kiküld munkálkodni a szőlőbe. A példázat előtt két figyelmeztetést találunk az igében. Ezek megismétlődnek a példázat után is. Az egyik figyelmeztetés közvetlenül a példázat előtt és a történet után található, mégpedig az az egyébként ismert megállapítás, hogy az elsők utolsók, és az utolsók elsők lesznek. Talán ez a legkiemelkedőbb tanulsága ennek a történetnek. A másik kijelentés arról szól, hogy ki az, aki a királyságba jutásra és az ott működésre az engedélyt megadja. Szó esett már a tűfokáról, amelyel az Úr Jézus jelzi, az Isten országába bejutni nem könnyű. A tanítványok hüledeznek is emiatt, és szóvá teszik ezt a problémát, akkor ki fog üdvözülni, kérdik tőle. Az Úr Jézus válasza erre, embereknél ez lehetetlenség, de Istennél minden lehetséges. Ez arra figyelmeztet bennünket, hogy még ha az ítélet esetén említett feltételeket be is töltik azok, akik jobb kész felől állnak, ez nem lenne elégséges az Isten országába jutásra. Mert tulajdonképpen tettek alapján nem is üdvözülhetünk, nem is lehetünk megmentve. Isten az, aki a munka nagy részét elvégzi ahhoz, az ő fia által, hogy lehetségessé váljon megmentetésünk, üdvösségünk. A szőlőmunkások története után megismétlődik ez a figyelmeztetés, kicsit más formában. Itt a Zebedeus anyuka történetével találkozunk, aki odaviszi két fiát, Jánost és Jakabot, az Úr Jézus elé,
és a következő kéréssel áll elő. Uram, intézd el, hogy ez az én két fiam ott legyen a te országodban közvetlenül melletted. Az egyik a te jobb kezed felől, a másik pedig a bal kezed felől. Az Úr Jézus nagyon érdekes kérdéseket vett fel, de én csak azt szeretném kiemelni, amit a legvégén mond. Az én jobb és bal kezem felől ülés azoké lesz, akiknek az én atyám elkészítette. Tehát itt is Isten kezében van az, hogy ki hova kerül Isten országába. Vegyük most szemügyre a szőlőmunkások történetének színhelyét és a szereplőit. Mindjárt a bevezetőben találkozunk a példázat lényegével, amely elmondja nekünk, hogy most ezzel a történettel az egek uralmát, vagy a mennyek országát akarja példázni a mi Urunk. Tehát tudnunk kell, hogy akkor a példázatnak minden részlete egy-egy olyan igazságot közöl velünk, amely kapcsolatban van az egek uralmával. Az első dolog maga a színtér, a szőlőhegy. Ez jelképezi Isten uralmának a helyszínét. Aztán találkozunk a gazdával, aki tulajdonosa a szőlőhegynek, aki munkát ad, és aki méltóan jutalmazza is a munkát. A gazda és az ő vincellére ezek szerint az atyát és az ő megbízottját, a fiút jelképezi. Aztán ott van a munka, amit el kell végezni a szőlőben. Ez azt jelenti tulajdonképpen, hogy Isten országában, a millenniumban, a következő eonban is munka lesz. Ezekhez munkásokra van szükség, és felkészítésükre, hogy el tudják végezni azt, ami rájuk vár. Tulajdonképpen, amire itt el vagyunk hívva, az az elkövetkező feladatainkhoz képest nagyon kevés. Az Úr Jézus meg is jegyzi a talentumok példázatában, pontosabban az ottani gazda szájába adja ezt a mondatot: eddig kevesen voltál hű, de sokra bízlak ezután. Az azt jelenti, hogy amit most elvégzünk, az kevés, a valódi megbízatás, a nagyszerű munka, feladat ezután következik. A Krisztussal együtt uralkodás idején. Az, amit itt teszünk, annak nincs különösebben nagy jelentősége ahhoz képest, amit itt nekünk meg kell tanulni. Tudnélik, ez az én véleményem, de nem egyedül, hanem másokkal együtt. A jelenlegi életvitelünkben, életszakaszunkban az a legfontosabb, hogy megtanuljuk, hogy kifejlődjön bennünk mind az a képesség, amire szükségünk lesz még a következő eonban, amikor Krisztussal együtt uralkodunk. Téves az a felfogás, mely szerint majd, ha ott leszünk, mindent egyből tudni fogunk. Isten nem így dolgozik. Ő bennünket itt is olyan dolgokra akar megtanítani, amelyeket valószínű, hogy úgymond mennyei körülmények között nem tudnánk megtanulni. A türelmet például. A 2 Timóteus 2.12 ugyanis világosan kimondja, ha nem tanulunk meg vele itt, most, együtt tűrni már a mi Urunkkal, a Krisztussal, akkor
Ő nem fog bennünket méltatni a vele együtt uralkodásra sem. Ugyancsak földi életünk során kell megtanulnunk például bővölködni és szűkölködni. Meg egyre helyesebben megítélni, szétválasztani a jót és a rosszat, a múlandót és a tartósat. De vessünk egy pillantást a példázat következő elemeire is, például a fizetésre. Most csak annyit mondanék róla, hogy mit nem jelent a munka bére vagy jutalma. A jutalomban semmiképpen sem szabad a megváltásunkra gondolnunk. Természetes állapotunkban rabok vagyunk mindnyájan, a bűn és az engedetlenség börtönében. Így hát mindnyájan adósai vagyunk az Istennek, ezt az adósságot pedig nem tudjuk megfizetni. És csak ha innen kiszabadulunk, leszünk képesek egyáltalán valamit tenni a szőlőben. És ezt sem azért tesszük, hogy egy jobb helyet vívjunk ki magunknak az ő országában, hanem azért, mert felismerjük ezt a nagy méltóságot. Együtt működhetünk a mi Urunkkal. De megismétlem, itt nem annyira a tennivalókról van szó. Először is tanulnunk kell, tanulnunk Isten ígéje és az ő szellemének vezetése alatt. Emberi körülményeink között is sértés, ha egy ajándékot ki szeretnénk fizetni, vagy mindenképpen honorálni akarnánk. Nekünk, Isten fiainak tudomásul kell venni, hogy megváltatásunk kegyelemből történt, és ehhez mi nem tehetünk hozzá egy jottányit sem. Ezt el kell fogadnunk hittel és örvendező szívvel. Aztán jön még egy különlegesség, mégpedig a munkadíj azonossága, igen-igen különböző munka teljesítményért. Aki 12 órát dolgozott, egy dénát kap. Aki egy órát dolgozott, az is egy dénát kap. Első látásra szabálytalanságra gondolunk, pedig sejthetjük, ez a különlegesség bizonyára egy speciális igazságot takar. Ez mindig igaz, ha valami szokatlannal, vagy érthetetlennel találkozunk Isten igéjében, akkor valami rejtett kincs van mögötte. Milyen érdekesség van még itt? Az például, ahogy a dolgozók rendre lettek kihívva, elküldve a szőlőbe. Vagy ahogy az íge ezeket a munkásokat leírja, jellemzi, ahogy a gazda őket felvilágosítja. És az egyik legérdekesebb a szerepcsere. Ahogyan a fizetésnél nem azok vannak először szólítva, akik leghamarabb kezdték a munkát, hanem éppen az utolsók. És van egy kulcsmondat, legalábbis számomra nagy fontosságú a 15. versben, amelyet most szó szerint mondok el, a gazda így szól. Avagy nincs-e nekem megengedve a magaméban azt tenni, amit akarok? Most pedig bontsuk ki közelebbről a hasonlat mondani valóját és tanulságait, persze csak a különleges tanulságait, mert mindenről nem lehet szót ejteni. Először is vegyük szemügyre a szőlőhegyet. Az első dolog, amit látunk, hogy itt sok a tennivaló. Itt lehet dolgozni reggeltől estig. Már ez a kép felborítja az Isten országáról való elképzelésünket. Mi szeretnénk megérkezni, megpihenni, esetleg pálmaágokat lengetni, valami szép éneket énekelni Isten dicsőségére. Nos, az igazság az, hogy nem énekkar vár minket, és nem nyomnak az angyalok egy-egy pálmaágat a kezünkbe, tehát nem pihenés vár ránk. Az igaz, hogy mi sokszor erre vágyunk.
mert nehéz az életünk. Tele vagyunk gondokkal, mindenféle bajjal küszködünk. Talán emiatt van az, hogy egyesek az égre kivetítik a pihenési, megnyugvási kívánságaikat. De ezt, mint mondottam, teljes mértékben elfelejthetjük, mert az Úr Jézus példája alapján szigorúan tudomásul kell vennünk, hogy sok munka várja az ő alkalmazottait, mondjam úgy. Márpedig bennünket a mindenség gazdája alkalmazott nem akármilyen feladatokra. Említsük meg azt, ami a római levélben, a 8. részben található, a 19-től 23-ig terjedő versekben. Itt nagyszerű dolgok vannak, de ha belegondolunk, óriási feladatokat jelent az itt leírtak sorozata. Itt tehát arról van szó, hogy Isten fiaira vár az egész teremtés, nem is akárhogy, hanem sóhajtozik, meg sóvárok, hogy vajon mikor jelennek már végre meg Isten fiai. Isten fiai itt vannak már a földön, de itt még olyan alacsony állapotban, mint ahogy az ő fejük is nagyon megalázva járta végig útját ezen a földön. A mi megjelenésünk azt jelenti, hogy megérkezünk az ő országába, és felvértezzük magunkat azzal az új testtel, azokkal az erőkkel, amelyekkel elvégezhetjük azt, ami ránk vár. Márpedig a teremtés azért sóhajtozik utánunk, és várakozunk ránk, mert rabszolga sorsban nyög mindez idáig, és ebből meg szeretne szabadulni. Mégpedig Isten gyermekei dicsőségének szabadságára. Tehát, ha mi megjelenünk, akkor hozzá fogunk járulni ahhoz, hogy az egész teremtés megszabaduljon a hiába valóság rabságából. Ez nem fog egyik napról a másikra megtörténni. Már említettem talán, hogy új pattintással nem valósulnak meg a dolgok. Isten mindennek kiszámítja a lehetőségét, az útját és a megvalósítás menetrendjét. Mindenképpen óriási és nagyon igényes munka vár ránk az elkövetkezendő eonban és azután is. Mert a teremtettségnek a felszabadításán, az Isten által létrehozott mindenség teljes kibékítésén fogunk munkálkodni. És nem úgy, hogy vajon sikerül-e vagy nem. Az ige biztosít arról, hogy Krisztusnak addig kell uralkodni, amíg mindent az ő lábai alá vet. És amikor Krisztusról van szó, habár ott mi nem vagyunk megemlítve, de az ő testeként természetesen jelen vagyunk. Tehát Krisztussal azért kell együtt uralkodnunk, hogy minden alá legyen vetve neki. Természetesen nem a mostani gyengeségünkkel, nyomorúságunkkal fogunk ott működni. Noha földi életünk alatt is sok mindenre megtanít bennünket a mi Urunk. Amikor átlépünk a következő eonba, akkor további adottságokkal leszünk felruházva. Mindenképpen lecseréljük a megalázottság testét, és felöltjük magunkra azt a testet, ami hasonlatos a mi Urunk dicsőséges alakjához,
a Filippi 3.21 szerint. Részesei leszünk az eoni élet legmagasabb szintjének és képességeinek. Erről értesülünk az 1 Korintus 15-ben. Az a bizonyos test, ami leváltja a jelenlegit, szellemi test lesz. Nem érzéki vagy lelki. Ez nem füst és pára, ne feledjük el, hanem egy magasabb rendű testiség. Ezért az Ézsaiás 40-ben található ige alapján szinte szó szerint is érthetjük azt, hogy szárnyak elünk, mint a saskesejük. Futunk és nem lankadunk el. Urunk szőlőjébe készülünk tehát, és nem pihenő szabadságra az üvegtenger mellé. De lépjünk egyet, és figyeljük meg a következő mozzanatot, amint a gazda személyesen kiválasztja, elhívja, elküldi a megbízottait. A napnak mind a négy szakában kimegy a piacra, reggel, délelőtt, délben, kora délután, megszólítja őket, kiküldi dolgozni őket a szőlőjébe. A négy csoport munkakezdési ideje a mi óránk szerint így alakul. Reggel 6-kor, aztán reggel 9-kor, délbe 12-kor és délután 3-kor. Ezeknek pontos fizetséget is ígér. A különleges az, hogy késő délután, a mi időnk szerint 5 órakor, még egyszer, utoljára kimegy a tulajdonos, és talál munkásokat, akiket elküld a szőlőhegyre. Az érdekes az, hogy náluk már nincs szó díjazásról. A mi Károli Bibliánkban ugyan azt olvassuk velük kapcsolatosan is, hogy ami igazságos, megkapjátok. De ez nincs benne az eredeti szövegben. Ez a kitétel hiányzik minden régi kéziratból. Ezért a többi magyar fordítás kihagyja ezt a passzust. Tény az, hogy ez a csoport utolsóként érkezik a munka mezejére. A többiek, az a másik négy csapat, ők képezik az elsőket, akikből utolsók lesznek. Tehát egy fontos tényező itt az, hogy nem mindenkit, és nem egyszerre hív el a gazda munkára. A történet végén az Úr ki is jelenti, sokan vannak a hivatalosak, de kevesen a választottak. Sokszor vagy sokáig nem tudtunk mit kezdeni ezzel a kijelentéssel. De itt tudnunk kell azt, hogy mindenki hivatalos az ő országába, de akiket ő kiválaszt először, azokat komoly feladatokkal fogja megbízni. Itt ez a kijelentés, azt is mondhatnánk, hogy egy alapelv Isten munkájában, mégpedig egy komoly, üttörténeti faktum. És ezt jól meg kell értenünk. Számos példával találkozunk, erre nézve, mind az Ó, mind az Új Szövetségben. Az Úr keveseket választ ki, de általuk sokakat megszabadít, és visszavezet a békességbe, a nyugalomba, visszavezet saját magához. Ehhez csak egy példát szeretnék említeni az Ószövetségből, tulajdonképpen mindenki ismeri Gedeon történetét,
akinek az volt a feladata, hogy megszabadítsa Izraelt ellenségeitől. Tudjuk, hogy Gedeon felhívására több mint 30 ezer ember gyűlt össze, hogy szembeszálljon Midiánnal. De az Úr szólt Gedeonhoz, igen sok ez a nép, amely veled van. A végén még azt hinnék, hogy ők szabadították meg Izraelt. Ezért szűrjük meg őket. Kiálts, hogy mindenki hallja, aki fél és retteg, az menjen haza. És lám, a 32 ezerből 22 ezer hazament, 10 ezre maradtak ott. Az Úr azt mondja, ó, ez még mindig sok. Csináljunk egy következő szűrést. Vezesd őket le a folyóhoz. A történetet ismerjük. A végén hányan maradtak? Szinte hihetetlen. Csak 300-an. Ennyi elég volt Isten kezében ahhoz, hogy a több százezres Izrael népét megszabadítsa ellenségeitől. Ezt jelenti a kiválasztás. Mások is meg fognak szabadulni ismétlen. Sőt, mi tudjuk, hogy minden ember vissza fog térni, ki fog békülni az ő teremtőjével. De a kiválasztás kérdése nem erre szól, hanem az mindig egy feladatot jelöl ki azoknak, akiket ő elhív. Ez egy olyan alapigazság, amely sokak előtt rejtve marad, és emiatt a bibliás emberek nagy része úgy gondolja, hogy azok, akik most a jelen időszakban nem békülnek meg Istennel, azok véglegesen el fognak veszni. Ezek nem tudnak arról, amire az Úr Jézus olyan világosan figyelmeztet. Senki sem jöhet hozzám, ha nem vonza őt az Atya. Ezt olvassuk a János evangéliumában, 6:44. Persze sokkal gyakrabban emlegetik azt, amit ebben a szövegkörnyezetben olvasunk. Az Úr Jézus azt is mondja, valóban, aki én hozzám jön, semmiképpen ki nem vetem. Pedig ez a mondat önmagában nem elégséges az igazság, a valóság teljes kifejezésére, mivel ezelőtt pontosan az áll, hogy minden, amit nekem ad az Atya, én hozzám jön. Azután következik, aki én hozzám jön, az semmiképpen ki nem vetem. Vegyük tudomásul, hogy az üdvtörténetnek ebben a szakaszában nem mindenkit hív el az Atya és adja oda a fiúnak, hanem mondhatnánk olyan keveseket csak, mint a Gedeon idejében. A néphez képest a 300 férfiú ugyancsak kis csapat volt. Ismétlem, vegyük komolyan az ige tanítását arról, hogy jelen világrendünkben most csak azokat hívja ki ő, akiknek munkát is ad a kezébe. És ne felejtsük el azt sem, amiről már említés történt, ez a munka nem az itt elvégzett munkát jelenti elsősorban, hanem azt, ami az ő kihívottaira, az ő munkásaira vár az elkövetkező eonban. A jelenlegi tevékenységeinkre azt mondja az ige, kevés. De mert a keveset elvégezzük, sokra bíz bennünket a mi Urunk. Ez után vannak ugyan mozgalmak, közösségek, akik már most szeretnék megváltani az egész világot, akik várják a nagy ébredést. Az ilyenek viszont nem veszik figyelembe Urunk előrejelzését a Lukács
18:8-ban. Ott pedig arról olvasunk. Amikor majd eljön az ember fia, vajon talál-e még hitet a földön? Nos, olyan kérdést fogalmaz itt meg tanítónk, amelyben a válasz is benne van. Amikor eljön az ember fia, bizony alig fog találni hitet a földön. Nem kell nagy tudomány, egy kicsit kell csak szétnézni ezen a világon, hogy megállapíthassuk. Milyen kevés az igazi hithűség, az Isten szavának megbecsülése és fogyasztása, vagy a várakozó reménység valósága, még a hívők között is. A hit nélküli tömegek visszatérítése Istenhez nem fog megvalósulni a jelenlegi világunkban, amelyről azt olvassuk az 1 János 5:19-ben, hogy gonoszságban vesztegel. Ezen nem fog segíteni még a végidőkben elkövetkező két tanú sem. Őt is 3,5 éves munkásságuk után meg fogja ölni a fenevad. De ez nem veszi el a mi hitünket és azt a reménységet, hogy következik egy világ. Következik az új ég és új föld, abban viszont már teljes lendülettel megindul az a munka, amit itt most hiába kezdeményez akárki, mert semmi eredményt nem lehet elérni. Ez a világ gonoszságban vesztegel, a sötétség befolyása alatt van, semmit sem akar tudni a maradandó, eoni dolgokról, csak a láthatók, az élvezhetők érdeklik, ezért minden olyan munka, amelyet abba fektetünk, hogy úgymond megváltsuk ezt a világot, eleve sikertelenségre van ítélve. De menjünk tovább, és figyeljük meg a történet további részleteit. Az első 4 munkacsapat, a 6 órás, 9 órás, 12 órás és a délután 3 órás megbízása hasonlít egymáshoz. Ugyanannyi pénzért küldi őket ki a gazda, és csak a munkakezdés ideje különbözik egymástól. Az utolsó csoport körül viszont sok furcsaság van. Egyrészt nagyon későn megy értük a gazda a piactérre. Mikor rákérdez arra, hogy miért ácsorognak ott hivalkodván, akkor kiderül a tétlenség oka. Addig senki sem alkalmazta őket. A másik rendellenesség abban áll, hogy fizetés ígérete nélkül is vállalják a munkát. Igazából tudnunk kell, hogy az 1 órás munkájuk esetleg csak a vacsorára lett volna elég. Az is szokatlan, hogy a bérosztásnál elsőként kerülnek sorra. Ami végképp szinte érthetetlen, megkapják a maximális fizetést, ezért a többiek zúgolódnak is. Első látásra valóban méltánytalanság történt. Viszont ha figyelembe vesszük a példázatban fellelhető adatokat, információkat, akkor már nem olyan egyszerű a dolog. Nem törhetünk pálcát a gazda fölött, hiszen előre megegyezett azokkal, akiket 6 órakor, majd 9 órakor, végül délben 12-kor és délután 3-kor küldött ki,
úgyhogy szabályosan járt el az egy dénáros fizetéssel. Az érdekes persze az, hogy akik a legkevesebben dolgoztak, ugyanazt a bért kapták, mégpedig nem a szabályszerűség elve alapján. Nem mondja, bocsánat, én ezeknek is megígértem az egy dénárt. Ezzel szemben valami másra hivatkozik, mégpedig jó indulatára. Két csapat áll tehát előttünk Urunk példázatában. Az első csoporttal szemben a gazda eleget tett, mondjuk úgy, a munkatörvény paragrafusának. Szerződtette őket, megígérte a bért, és a munka teljesítése után ki is fizette őket. A második csoport esetében viszont félretesz szabályt és paragrafust. Ezek után nem lesz nehéz besorolni ezt a két embercsoportot. Elsőként előttünk állnak azok a napszámosok, akiknek az elhívása, feladata, majd pedig a jutalma szabályok alapján történt. A másik oldalon pedig mintha szabálytalanság történt volna. Eltűnnek a törvényes keretek, kimennek dolgozni, be is fejezik egy óra alatt a munkát, és hogy mégis ugyanazt a bért kapják, annak nem egy megegyezés az alapja, hanem a gazda jósága. Így hát Izraelt, Isten választott népét ismerjük fel ebben az első csoportban az ő atyáikkal kötött szövetséget. Mondhatnánk olyan munkaszerződést, amelyet később újabból és újból megújított a néppel is. Izrael élete törvényes keretek között működött. Minden izraelita életvitelét pontos parancsolatok szabályozták, amelyeket be kellett tartani, és a betartás jutalmat, azok áthágása viszont büntetést vont maga után. Így ismerték az ő Istenüket, így gondolkodtak el az ő jóságán és az ő szigorúságán. Vajon mennyire ismerték ők a kegyelem fogalmát? Valószínűleg nem annyira, mint ahogy mi ezt ma érthetjük és élvezhetjük. Az utolsó óra munkásainál a kegyelem kereteit vesszük észre, amely Istenünk jó indulatából fakad. Azt mondhatnánk, hogy velük szemben a gazda új munkatörvényt léptetett életbe. Eszerint a törvény szerint a munkaviszonyt nem egy szerződés szabja meg, hanem jó indulat mindkét részről. Isten részéről az a jó indulat, amelyet ma ingyenes kegyelemnek nevezünk. A mi részünkről pedig az az odaszánás, amely, valljuk meg, nem tőlünk származik, hanem Isten az, aki a szívünket indítja arra, hogy szívesen, önkéntesen odaszánjuk magunkat az ő szolgálatára. A két csoportban Istenünk kétféle elhívását figyelhetjük meg. A választott népnek törvényt adott, és szükséges is volt ez, mind addig, amíg megjelent a törvény vége, Krisztus. Amikor ő eljött, elavulttá vált a törvény, amely ugyan tanítómester volt, ahogy a Galata 3.24-ben olvassuk, de ennek a tanítómesternek, a mózesi törvénynek lejárt az ideje.
A régi rend addig megfelelt, de most egy új rend következett, és ebben a keretben a hitáltali megigazulás szabálya, ennek a megigazulásnak a kegyelmi ajándéka működik. Nem azért vagyunk hívők, mert egy törvénytől tartunk, hanem azért, mert Isten kiönti az ő szellemét a szívünkben, aki által kiáltjuk, azaz felismerjük, és ahhoz fordulunk, aki az Abba, ami égi édes atyánk. A mózesi törvényt felváltotta tehát a kegyelem. Ne gondoljuk, hogy a kegyelemnek nincsenek szabályai. De ezek a szabályok most már nem könyvtekercsekben vannak, hanem ezeket a szívünkbe írja Isten az ő szelleme által. A kegyelem nem kéri a tetteket, a teljesítményeket, hogy ezáltal érdemekhez jussunk, hanem képesít bennünket arra, a belső ember erősítése során, hogy természetes módon cselekedjük a jót. Most már nem kézzel írt szabályok miatt kerüljük a rosszat, hanem azért, mert mi magunk is megszomorodunk, ha vétkezünk. Ezért szívesen megteszünk mindent, hogy elkerüljük a bűnbeesést. Nem kötelező templomba járás és áldozatok bemutatása a dolgunk. Mi magunk leszünk Istennek és az ő szellemének templomává. És a testünket szánjuk oda, élő, szent, Istennek tetsző áldozatként. Izraelről tudjuk, hogy megkérgesedésük miatt Isten elvetette őket egy időre. Most a nemzetekből kihívottak azok, akikkel foglalkozik. Ezeket neveli ő felnőtt fiaivá. Ez az eklézsia, a kihívott gyülekezet. Ők kerülnek legkésőbb Isten szőlőjébe. Érdekes módon elsőként is jutnak majd célba, amikor a számuk betelik, és amikor az eklézsia utolsó tagjai is elhagyják ezt a földet. Ekkor fordulat áll be az üdvtörténetben. Csak röviden sorolom fel a fontosabb eseményeket, amelyek az elragadtatás után történnek. Ekkor elkezdődik Izrael helyreállítása és a templom felépítése. Habár elképzelhető, hogy a templomot hamarabb elkezdik felhúzni, a zsidók nagyon készülnek már erre is. Ezután fog feltűnni Jeruzsálemben a két zsákruhás tanú. Ők Isten ígéjét hirdetik nagy hatalommal. Tanítási szolgálatukat nagy horderejű csodák fogják kiegészíteni. De a munkájuk csak 3,5 évet tart, utána megölik őket, és újabb bonyodalmak támadnak, de most nem megyünk tovább. Ugyanis vissza szeretnék térni a munkások fizetése körüli problémákhoz. Most már tudjuk, hogy a két munkacsoport két külön testületet jelképez. Ezeknek elhívása Istentől származik, de működésük más-más keretek között történik. Meg vagyok győződve, hogy a mi gazdánk szándékosan váltotta ki ezt a konfliktust a két csoport között,
mert számos igazságra akar megtanítani. Először talán arra, hogy az Isten szőlőjében dolgozók ne legyenek féltékenyek egymásra. Ne méricskéjék egymás teljesítményét. És talán, ami ennél is fontosabb, ne vonják kétségbe uruknak igazságosságát. Urunk együttműködésre méltatott bennünket. Itt, ezen a földön még a kevesen, de majd a következő eonban sokra fog méltatni bennünket. Az ő szolgálatában meg kell tanulnunk még igen sok fontos dolgot. És ezeket el kell fogadnunk fenntartás nélkül. Például azt, hogy Isten akarata és minden eljárása, akár velünk, akár másokkal, mindig helyes. Még akkor is, ha nem értjük meg néha, hogy mit, miért tesz. Egyre inkább meg kell tanulnunk azt is, hogy számunkra az legyen fontos és értékes, ami neki is az. Nem az én mércém, az én elképzelésem, hanem az ő zsinór mértéke lesz a mérvadó. Amikor pedig úgy érzem, hogy igazságtalanság történik velem, tudjátok meg, ez az érzés mindig, kivétel nélkül helytelen. Akármi történik velünk, ami Urunk tudtával esik meg, nem virágos ösvényen járnak az ő szentjei, és nem szalagdíszes limuzinon fognak megérkezni az ő uralmába majd. Ha ismeritek Pál életútját, tudjátok, miről beszélek. Tőle tudom ezt a limuzinos dolgot, igaz, ő ezt egy kicsit másképp fejezte ki. A Cselekedetek 14-ben jelzi előre a tanítványainak. Sok háborúság által kell nekünk az Isten országába bemennünk. Kedves barátaim, nekivágunk megint a szőlőhegy és a szőlőmunkások példázatának. Gondolom ebben a harmadik menetben be fogjuk fejezni, és az utolsó, legalábbis általam említett dolgokra, fontosabb tényekre is sor fog kerülni, de először felsorolom az eddig elmondottak főbb pontjait. Megtudtuk, hogy a Máté evangéliumában az Úr Jézus elég sok hasonlatot mondott a mennyek országáról, vagy Isten uralmáról. Ha jól emlékszem, összesen 13-at. Ezek mindegyikében a tanító más-más oldalról világítja meg a királyságról szóló tudnivalókat. Itt-ott érintettük ugyan a többi példázat mondani valóját is, de nagy mértékben a szőlőhegy és a szőlőmunkások parabolájára hagyatkoztunk. Említés történt arról, hogy Isten uralma állandóan jelen van az ő teremtésében, még akkor is, hogyha a sátán mesterkedik ez ellen. Tény viszont, hogy a mi világunkban az Isten királysága vagy uralma csak rejtetten mutatkozik meg. De tudjuk, hogy az ezután következő világkorszakban vagy eonban már sokkal kézzelfoghatóbban fog megvalósulni, sokan be fognak majd lépni ide, mások pedig ki fognak maradni. Tudomásunkra jutott az is, hogy példázatunk egy-egy eleme miről szól. Megtudtuk, hogy a szőlőhegy, az Isten uralma,
ide vannak meghívva a munkások, kiküldve munkára. És megemlítem még egyszer, hogy a Szőlőhegy munka helyszíne. Sok a tennivaló itt. Aztán említettük, hogy a gazda és a vincellér Istent és az ő fiát jelenti, és hogy a gazda az, aki kiválasztja és megbízza a munkásait. Egyeseket hamarabb, másokat később, egyeseket pedig nagyon későn. Külön ki lett emelve az az érdekesség, hogy az első csoportokat munkaügyileg szabályos körülmények között küldte ki, tehát közölte pontosan, hogy mennyi bért fognak kapni. De az utolsó csapatot, akiknek már csak egy óra maradt a tevékenységre, nem biztatja semmivel, csak elküldi őket, hogy dolgozzanak. A bér nincs megemlítve. Még egyszer mondom, ha bár ez benne van a Károli Bibliában, az eredeti szövegekből hiányzik az a kitétel, hogy az utolsó óra munkásainak is jutalmat ígért volna. Ezért kellett a gazdának majd a fizetésnél este a jóságára hivatkozni, mert csak ezzel igazolhatta, miért adott az 11 órás munkásoknak is ugyanannyi bért, mint azoknak, akik végig dolgozták mind a 12 órát. Levontuk a következtetést, hogy a szabályos, törvényes keretek között alkalmazott munkások a kihívott népet, Izraelt képviselik, míg az utolsó óra munkásai, akik csak kegyelemből kapták, amit kaptak, ők a kihívott gyülekezetet jelképezik. Végül gyakorlati tanulságokról esett szó, hogy ne legyünk féltékenyek, ne méricskéljük egymás teljesítményét, és főleg ne vonjuk kétségbe a mi Urunk igazságosságát, még akkor is, ha történetesen úgy éreznénk, mi többet érdemelünk, mint egy másik fele barátunk. Nekünk el kell fogadnunk, hogy az Isten akarata és minden eljárása fenntartások nélkül helyes. Ha nem értjük, akkor is. Ha méltánytalanság érzete keletkezik bennünk, akkor tudomásul kell vennünk, ez mindig helytelen. Ez egy olyan kísértés, aminek ellene kell állni. Végül elérkeztünk oda, hogy folytassuk a példázat magyarázatát, mégpedig azt, hogy mit jelent a bér, amit egyformán kapott mindegyik csapat. A legegyszerűbb, ha a munkások egyébként egyforma fizetését jutalomként fogjuk fel. Ebben az esetben el kell fogadnunk, hogy mindkét testület, amelyet jelképez a két csoport, tehát Izrael és az Eklézsia, azonos isteni díjszabásban részesül. Tehát ugyanazt a jutalmat kapja. Ez alatt érthetjük például az eljövendő békeországba való bemenetelt, még akkor is, ha Izrael szentjeinek és az Eklézsiának más-más szerepe lesz az eljövendő királyságban. Tudjuk, itt a sátánnak már nem lesz szerepe. Az ő behatása, kísértése nélkül fog eltelni egy egész ezer év. Izrael 12 törzse, és a mellettük, nem közöttük, de mellettük, körülöttük élő más nemzetek
messze nagyobb békességben és egyetértésben fognak élni, mint ahogy ez ebben az eonban, a mostani világukban folyt. Tudnunk kell, hogy az új föld is valódi föld lesz. Termést fog hozni. Lesznek rajta hegyek és völgyek. Egy tiszta és gazdag vízű folyó is át fogja szelni Izrael országát, de eredete nem egy kis forrás. Forrása a mennyei Jeruzsálemben lesz. A mennyei Jeruzsálem pedig, tudjuk, fentről száll alá. Egy látható város lesz, legalábbis részben, egy magas hegyen, Izrael földje közepén. És a legtetejéről, ahol Istennek, az Atyának lakóhelye lesz, az lesz az ő sátora, amelyről azt mondja az írás, hogy ebben sátorozik Isten együtt az emberekkel. Ebből a sátorból indul ki nagy erővel és nagy hozammal az élet vize. Hasonlóan egy vízeséshez, teraszról teraszra fog lezúdulni a hegyen épített városon, vagy város szélén körbe-körbe. Ebbe az országba, erre a földre, de nem ebbe a városba fognak belépni azok, akiket a bíró a jobb keze felől állóként erre méltat. A városba nem léphet be senki, csak akinek már új ruhája, azaz már megdicsőült teste van. Ez nem mondható el az akkor élő népekről, sem Izrael fiairól, akik a hegyen épült város, tehát a mennyei Jeruzsálem körül nyernek osztályrészt, ott lesznek azok a földek, az az ország, amelyben ők élni fognak, sem pedig a körülöttük egyre távolabb élő nemzetekről. Tény, hogy mindkét csoport ott lesz. Izrael is, és a kihívott gyülekezet tagjai, akik a Krisztus teste. Ők is ott lesznek most már sokkal szorosabb közösségben a fejjel. Az előbbinek földi örökség adatik, nagyon jó, kellemes, békés, termékeny körülmények között, az eklézsia, tehát a kihívott gyülekezet viszont a mennyei Jeruzsálembe hivatalos, és onnan fogja végezni majd szolgálatát. Ezt jelenteni az a fizetés, amit egyformán kapott a példázat szőlőhegyén mindkét csoport. A szőlőhegyen történt esti bérelszámolás igazságtalansága, mondjam így, csak látszólagos. Valójában nem történt méltánytalanság, mert itt végül mindkét csoport beléphetett az áhított béke országba. A példázat képei szegényesebbek, mint a valóság. Ha megismerjük a valós történetet, ami majd be fog következni ebben az új országban, akkor eltűnik minden aránytalanság. A szőlőben dolgozók munkabére vagy jutalma ezek szerint az eljövendő királyságba belépés jogát jelenteni. De a szőlő munkások fizetésének van egy másik értelmezési lehetősége is. Jelentheti a megigazultságot. Tehát a munka során, amelyet végeztek, megigazultak. Ez a megigazultság is tulajdonképpen jogot ad arra,
hogy kiszabaduljanak a sötétség hatalmából, és beléphessenek Isten országába. Mi újtestamentumi hívők vagyunk, és szinte belénk van égetve az az egyébként igaz mondás, hogy a törvény cselekedeteiből nem igazulhat meg egy test sem. Ez igaz, különösen ránk, az új szövetségben, mert a régi törvény által nyújtott megigazulás lehetősége nem létezik, amióta Krisztus megjelent, a törvény vége. Nekünk már csak hit által, a kegyelem hatásaképpen lehetséges a megigazulás, ami gyakorlatilag azt jelenti, hogy Isten elfogad bennünket, és fiaként nevel fel a teljes férfiúságra. De ezt is tudnunk kell, hogy ószövetségi körülmények között lehetséges volt megigazulni a törvény feltétlen tiszteletben tartásával. A sok példa közül csak egyet emelek ki az Ótestamentumból, az Ezékiel könyvének 14. fejezetéből. Ez sokáig elkerült a figyelmemet, és csak az utóbbi években jöttem rá, milyen nagyszerű dolgot mond itt Isten ígéje. A 12. verstől egészen a rész végéig Isten arról beszél, hogy az ország ellen, itt az ő országáról, vagyis Izrael népéről és a Jeruzsálemről, az akkori földi Jeruzsálemről van szó, erre a területre és erre a népre ítéletet küld, mégpedig négyszeres ítéletet. Mint a négy ítéletet felsorolja részletesen, és mindig hozzátesz egy érdekességet. Ha az ítélet alatt ez a három ember, Noé, Dániel és Jób ott lenne, akkor életemre mondom, így szól az Úr, sem fiaikat, sem lányukat nem menthetnék meg, de magukat igen, az ő igazságukkal. Mert mindhárom ember annyira igaz volt Isten előtt, hogy őket kimentette volna a veszedelemből az igazságuk által. Persze nagyon vigasztaló az, amit a végén mond, aztán a 21. verstől a Szentírás. Így szól az én Uram, Jávé. Ha rábocsátom is Jeruzsálemre ezt a négy veszedelmes ítéletet, a fegyvert, az éhínséget, a vadállatokat és a dögvészt, hogy kiírtsak belőle embert és állatot, mégis marad ott, aki megmenekül. Fiúk és lányok, akik kijutnak onnan, ők majd eljönnek hozzátok, és ti meglátjátok életüket és tetteiket, és vigasztalást találtok a veszedelem ellenére. Figyeljük meg ezt a helyzetet! Az isteni ítéletekben tömegesen pusztulnak a bűnösök, de az igazak megmaradnak, mégpedig ószövetségi értelemben vett igazak. Emlékszünk Ábrahám esetére, aki érdekes tárgyalást folytatott az Úrral, és megegyeztek, hogy ha 10 igaz van abban a városban, akkor nem pusztítja el. A történetet ismerjük, csak azt akartam kiemelni, hogy az ótestamentumi időkben volt egy törvény szerinti megigazult állapot. És ezeket Isten óvta, kimentette adott esetben, mint annak idején Lótot is családjával Sodomába. A 6 órát, vagy akár 12 órát keményen dolgozó munkások este megkapják jutalmukat. A gazda úgy indította őket útnak annak idején a munkapiacról, ami igazságos, megkapjátok. Valóban hozzá is jutottak,
és én ebben második magyarázatként azt az igazságot értem, azt a megigazultságot, amelyet jutalomként kaptak, és amellyel Izrael fiai is be fognak jutni ebbe az országba. Az utolsó óra munkásainak az esete egészen más. Ők a gazda jósága miatt, tehát kegyelemből kapják meg a megigazulást, és nekik nem is földi szerepük lesz, még hogyha azon a földön jelen is lesznek, hanem a városban magasabb rendű szolgálatra lesznek rendelve. Most lépjünk egyet, és foglalkozzunk azzal a kijelentéssel, ami számomra kulcsfontosságú. Nagyon sok tanulságot rejteget. A gazda ugyanis kijelenti, hogy jogában áll a magáéban azt tenni, amit akar. És ezt tudjuk, Isten valóban teljesen szuverén, és azt tehet mindenkivel, bármikor, amit ő akar. És milyen jó tudni, hogy ő az embereknek a javát akarja, akkor is, amikor ítéletek tüzén viszi át őket, hogy megtanulják a kiszabott leckét. Vajon mire gondol a gazda ezzel a kijelentéssel, hogy a magáéban azt tesz, amit akar? Mi az övé? Mi az a terület, amelyet ő magáénak nevez? Hajlamosak vagyunk csak a látható anyagi dolgokra nézni, azt mondjuk övé a szőlőhegy, övé a pénz, amivel kifizeti a munkásokat. Ha csak ennyit értünk ez alatt, akkor még nem láttunk be mondani valójának mélyére. Akkor csak annyit mondott volna, tetszésem szerint osztogatom áldásomat, jutalmamat bárkinek. Természetesen erre is joga van. Mindenkit úgy áldjon meg, ahogy jónak látja. De ennél többet mond ez az ige. Ma már tudjuk, az utolsó óra munkásai is, mert hogy ők az ő testének tagjai, azok is az ő tulajdonát képezik. Mert hogy tulajdonává váltak azáltal, hogy jóságából és kegyelméből kiváltotta őket. Megjutalmazta őket. Isten gyermekeivé tette őket. Tulajdonképpen ők azok a földbe, vagy szántóföldbe rejtett kincs, akikről a Máté 13-ban olvasunk a 44. verstől. Ez is egy csodálatos példázat, amelynek csak egy pár motivumát szeretném kiemelni. Az egek királyságának ez a hasonlata egy emberről szól, a történetet ismerjük, aki valami értékre talál egy szántóföldben, és fölöttébb megörül a felfedezésnek, de annyira, hogy elmegy, és mindenét eladja. Megvásárolja az egész földet, és így kerül aztán birtokába annak, amit ő annyira értékel. Kiemelem ezt a szót, hogy ő értékeli, mert valószínű, hogy más nem értékelte volna. Csak röviden tehát elmondom, hogy jelképezi ez a példázat a mi helyzetünket Urunk kapcsolatában. Az a kincs, amit megtalált, azok mi vagyunk, az ő testének tagjai. És bennünket akart kiváltani. Ugye tudjuk, hogy mindent eladott. Az égi rangját. Tehát az Atya Istennel azonos állapotát, dicsőségét, de még földi életét is odaadta, és az ő lelkét is letette a mi váltságunkért.
A János 10:17-ben igaz, azt olvassuk, hogy leteszem az én életem, hogy újra felvegyem azt, de ott az ő lelkéről van szó, amelyet letesz. Az ő lelke által váltotta meg a világot, és elsősoron bennünket, de ez egy más téma. Az tény viszont, hogy megvásárolta az egész földet. A szántóföld bibliai szimbolisztikában ezt a világot jelenti. Tehát minden embert megvásárolt tulajdonképpen a golgotai áldozatával, az ő odaszánásával. De először az ővéivel törődik, akik a legközelebb állnak hozzá, ez pedig az ő teste, az ő tagjai, akik itt nyomorult állapotban vannak, a földben összepiszkolódtak, de ettől a szenttől megtisztítja őket, vissza fogja állítani őket mennyei jogaikba, abba a tisztségbe és dicsőségbe, amelyben Jeruzsálemben lesz részük. Itt újra megemlítem az 1 Timóteus 4:10-et, ahol Istenről ki van mondva, hogy ő üdvözítője vagy megtartója, ez a két fogalom ugyanazt jelenti, minden embernek, de kiváltképpen a hívőknek. Tehát van egy elsőbség, és ezt az elsőbséget látjuk itt is, hogy a kincs kedvéért, akik a kihívott gyülekezetet jelképezik, azokért az egész világ emberiségét megváltotta. Természetesen isteni az egész világ, és abban minden ember. És ő vállalta azt, hogyha el is vesz az egész világ, és hogyha eltévejedik, és megbetegszik, ő megkeresi, és visszahozza. Még a legutolsót is, azt a bizonyos 100. juhot. A példázat végén gyakran elsiklunk a fölött, hogy a gazda szájából ítéletet hallunk tulajdonképpen. Azt mondja az elszámolás során a zúgolódó úgymond elsőkhöz, vedd, ami a tiéd, és távozz. A bíró így szól azokhoz, akik a bal oldalán állnak, távozzatok tőlem. Az elsők, tudjuk, a törvényt, Izraelt képviselik, és Izraelnek rövidesen az Úr mennybe menetele után, nem telt el csak talán 40 év, el kellett hagynia az uralom területét. Az utolsó helyre került. A Máté 21-ben olvassuk, az Úr Jézus jelenti ki. Elvétetik tőletek Isten uralma, és egy nemzetnek adatik, amely majd megtermi gyümölcsét. Ez a hűtlen munkások példázata végén hangzik el. Izraelről és számkivetettségéről hadd említsük meg. Tudjuk, hogy ez a tragikus út nem tart végig, vagy végtelenül, hanem hamarosan véget ér, és Izrael helyre lesz állítva. Ennek a jeleit látjuk azokban az eseményekben, amelyek Izrael állam megalakulása óta folyik a szemünk láttára, a Közel-Kelet térségében, de az egész világon is. Lehet sokat szól mondom, de nézzétek el nekem, ha unos, untalan visszatérek erre az igazságra. A balkész felől állóknak azt mondja az Úr Jézus, hogy menjetek az eóni tűzre, amely a sátánnak és az ő angyalainak készítetett. Persze a mi régi fordításunkban az áll, hogy az örök tűzre, és itt
Az emberek, a hívő emberek nagy része az örök kárhozatra gondol, ahol vég nélküli kínosztatásban kell bűnhődniük. Isten ítéletei súlyosak, de nem végtelenek. Az ige világosan értésünkre adja, hogy ő mindig pontos mérce szerint mondja ki az ítéletet. Ezt a mércét úgy hívják, cselekedetek szerint. Mindenkinek az ő cselekedete szerint. Ez a jelenések könyvében is gyakran előfordul, összesen 6-szor. Először a 2:22-ben és utoljára a 22:12-ben. Közte pedig még 4-szer. Tehát szó sincs arról, hogy mérték nélküli, azaz örökkévaló, soha meg nem szűnő büntetést mérne ki a bűnösökre. Megtehetné, de akkor ő egy kegyetlen Isten volna, aki nem ismeri a mértéket. De ő világosan a tudtunkra adja. Mérték van az ő kezében és az ő szeme előtt, és mindenkinek az ő cselekedetei szerint. Van akinek többet, van akinek kevesebbet, de egyszer az utolsó fogolynak is ki kell szabadulnia a második halál börtönéből. Mégpedig akkor, amikor utolsó ellenségként eltöröltetik ez a börtön. Most pedig egy utolsó tanulságról szeretnék beszámolni nektek. Az Úr Jézusnak azzal a mondásával kapcsolatosan, amely elhangzik a szőlőhegy példázata előtt és után egyaránt. A 20. rész 16. verse így hangzik, így lesznek az utolsókból elsők, és az elsőkből utolsók. Itt az Úr munkamódszerének egy különös elvéről esik szó, amelyet sokan nem is értenek, vagy legalábbis a jelentőségét még nem találták meg. Tény, hogy mindenki szeret első lenni. Emlékszünk a tanítványok vitatkozására, hogy közülük vajon ki számít elsőnek. Amikor Urunk tudomására jutott a versengés tanítványai között, akkor a következőket mondotta nekik. Ha valaki nagy akar lenni, és első, az legyen mindenekben az utolsó, és mindenkinek a szolgája. Az Úr nem reklamálja, hogy elsőséget kívánnak a tanítványai, de figyelmezteti őket, és bennünket is. Aki a főhelyet szeretné, annak először az utolsó padban van a helye. Az első és utolsó hely cseréjére nem kevés esetet találunk magában a Szentírásban. Most inkább arra hozok fel példákat, amikor az alacsonyság megalázottságát felváltja az első hely magassága. Vegyük szemügyre először a saját helyzetünket. Honnan? Milyen állapotból hívja ki Isten az ő választottait? Bőséges választ kapunk az 1 Korintus első részből. Hadd olvassak fel pár verset a 26-tól. Figyeljétek csak meg az elhívásotokat, testvérek! Bizony nem sokan voltatok bölcsek, hústes szerint, nem sokan erőteljesek, nem sokan nemesek. Hanem a világrend ostobáit választotta ki az Isten, hogy megszégyenítse a bölcseket. És a világrend gyengéit választotta ki az Isten, hogy megszégyenítse az erőseket. Igen, a világrend nemtelenjeit és lenézetteket választotta ki az Isten és a semmiket, hogy a valamiket semmissé tegye. Hasonló értelemben fogalmaz az Efézus
levélben a második rész 11. verse is. Emlékezzetek vissza tehát arra, hogy ti, a nemzetek, akiket körülmetilletleneknek neveznek, a hústesten kézzel végzett műtét révén körülmetéltek. Ti tehát annak idején távol voltatok Krisztustól, megfosztva Izrael állampolgári jogától. És mint az ígéret szövetségein kívül rekedt idegeneknek, nem volt reményteljes várakozásotok, hanem Isten nélkül éltetek a világrendben. Most pedig Krisztus Jézusban ti, akik egykor távol voltatok, közelieké lettetek a Krisztus vére által. Ez a közelség, ez egy olyan magas állapotot jelent, amely a Bibliában a fiúság fogalmával van kifejezve. Fiakká váltunk. Ez a minőség egy bizonyos értelemben ugyanolyan rangú, mint az Isten fiájé. És valóban, mi hozzátartozunk szorosan. Ő a mi fejünk, mi leszünk, mi vagyunk és leszünk is az ő teste, és együtt fogunk uralkodni vele, amíg minden az ő lábai alá lesz vetve. Aztán gondoljunk Józsefre, akit a legutolsó helyről a legmagasabbra emelt Isten Egyiptomban. Még a fáraó hatalmát is meghaladó tisztséget kapott. És végül előttünk áll Krisztusnak, a mi főnknek, mindenek fölé magasló példája. Nincs a világon mélyebb pont annál, amit vállalt értünk a szégyenfa halálában. Vállán az egész világ minden bűnével. Innen vette őt atya vissza magához, és olyan hatalmas nevet adományozott neki, csak zárjelben jegyzem meg, ezt a nevet még nem is ismerjük, amelynek elhangzásakor minden térd megrodjan majd előtte, és minden nyelv vallani fogja, hogy ő Úr az Atya Isten dicsőségére. Mi és velünk minden más teremtmény részesei leszünk ennek az eseménynek. Addig még hosszú utat kell megtennie a teremtésnek, de mindnyájan meg fogunk érkezni az ő dicsőségébe. Szilárdan bízunk abban, hogy aki eddig is hordozott bennünket, végigvezet ezen az úton. Kívánom, hogy szárnyai oltalmában ott kössünk ki mi is, az atyai házban. Amen.